Szépen, elnök úr! Azt gondolom, hogy vitánk felül áll, hogy az a jelentés, amihez most a mi országgyűlésünk egy határozatot kíván csatolni, az nem más, mint azoknak a bevándorláspárti politikusoknak a kicsinyes, ám rendkívül agresszív bosszúja Magyarország és a magyar emberek ellen, amiért ez az ország bebizonyította azt, mégpedig évekkel ezelőtt, hogyha van politikai akarat, hogyha az emberek összefognak, megkérdezik az emberek véleményét, és arra mer alapozni egy kormány, arra mer alapozni egy parlamenti többség, egy nagyon határozott parlamenti többség, amelyik egyébként a bizalmat már előre ettől, azoktól az emberektől kapta meg, akiknek folyamatosan ki is kéri a véleményét. Most akkor a bevándorlás a határokon, mégpedig nem csak az ország határánál, hanem Európa külső határánál, annál a több mint 400 kilométeres schengeni határnál, amelyért Magyarország felel délen, mert ugye van még egy romániai szakasz, de most arról nem beszélünk. Tehát még egyszer, a migráció megállítható, visszafordítható az a folyamat, amelyet megtapasztaltunk. És egyértelmű, hogy azok, akik ezzel ellentétesen foglalnak állást, és ma azt látjuk, hogy az Európai Parlament összes intézményében, az Európai Unió összes intézményében, az Európai Parlamentben és a bizottságban, meg a tanácsban azok vannak többségben, akik ez ellen foglalnak állást, akik szerint a bevándorlás jó dolog, akik szerint a népesedési problémáinkat, a munkaerőhiányt, azt a bevándorlókkal kell megoldanunk, őket kell támogatnunk, őket kell behívnunk, és ezért mindent megtesznek, hogy az ő álláspontjuk győzzön, hogy oda lehessen pénzt csatornázni az Európai Unióból. Ez világos mindenki előtt, és ezért mindent meg fognak tenni. Ha kell, akkor egyszer ezt mondanak, egyszer azt mondanak. Ha megnézik a Willkommens Kultur legnagyobb képviselőjének, a német kancellárnak az elmúlt néhány hónapban megtett kurfliait a határvédelemmel kapcsolatban, mert valljuk be őszintén, itt többen beszéltek már a határvédelemről, itt a határvédelem a kulcs, akkor jól látható, hogy miket mondott. Mondott olyat, hogy az illegális migrációt meg kell állítani a határoknál. Mondott olyat, hogy a határokat meg kell erősíteni. Tegnap meg azt a hírt halljuk, hogy mégsem kell semmit tennünk, sőt, a határmenedzselésben el kell odáig jutnunk, odáig, hogy majd akiket behívtunk, azok most már ne csak a biztonságunkat fenyegessék, hanem a munkánkat vegyék el. Németországban azon törik a fejüket, hogyha van egy német munkás, meg van egy illegális migráns, aki beérkezett, mert a szociáldemokrata párt már illegálisról beszélt, a szociáldemokrata párt, akkor bizony, ha ezek jelentkeznek egy munkára, akkor kit kell előnyben részesíteni? Na kit? Hát az illegális migránst. Szóval eddig mi nem juthatunk el. A sargentini jelentés ezért készült el, mert Magyarország mert ez ellen fellépni. A magyar emberek világosan megmondták, hogy kikkel akarnak együtt élni. Magyar emberek világosan megmondták, nemzeti konzultációkon, népszavazáson, legutóbb az április 8-ai választáson, és nem is nagyon értem, hogy az ellenzéki képviselők azok hogy állnak föl, és milyen alapon, milyen támogatással mondják, hogy ők bizony a sargentini jelentést szeretnék, hogyha megszavaznánk, és azt egyébként, amit a magyar parlament elé terjesztettünk, azt a határozati javaslatot pedig nem fogják megszavazni. Milyen alapon? Hát az a régi lemezeket teszik föl folyamatosan. Kedves elvtársak, kedves jobbikosok, kedves ellenzék, megtetszettek sértődni az emberekre? Haragszanak az emberekre, mert önök nem kapták meg a felhatalmazást? Hát dehogy nem, pontosan ez történik. Azt mondják, hogy akkor az embereket, a magyar embereket büntetni kell. Persze ez nem újdonság, mert egyébként amikor a rezsicsökkentés kapcsán a Tavares jelentésben elkaszáltak bennünket, vagy amikor megpróbáltuk megvédeni, emlékeznek még 2013-ban itt a parlamentben a rezsicsökkentés, akkor is kik mellé álltak? Hát nyilván azok mellé, a szolgáltatók mellé, akik mind külföldi tulajdonúak voltak, ráadásul külföldi állam kezében levő tulajdonú szolgáltatók, és mocskos módon kizsebelték a magyar embereket. Ma ugyanez a helyzet, ugyanitt tartunk, ezért árul az ellenzék Gyurcsánytól a Jobbikig teljes spektrumában egyékenyen sargentinivel. De térjünk vissza a határvédelemhez.
Többen említették itt a 2015-ös helyzetet, többen említették, hogy most már nincsenek is illegális bevándorlók, minek akkor a kerítés, minek erről egyáltalán beszélnünk. 2015-ben azt tapasztaltuk meg, hogy abban a fél évben, amíg vártunk arra, hogy a mi figyelmeztetésünket és a saját szolgálataik, saját titkosszolgálataik figyelmeztetését, azok, akik a Willkommens kultúrt már akkor elgördítették, figyelembe vegyék, addig Magyarországon csak nem 400 ezer, 391 ezer illegális bevándorló gázolt át. Abban a helyzetben, amíg nem állt a műszaki és a jogi határzár, mert nem volt, vártuk az Európai Uniótól, hogy jöjjön a megoldás, abban a helyzetben összesen 170 ezer embert lehetett beazonosítani, 170 ezer embertől lehetett nagyjából elkérni azokat a dokumentumokat, ami alapján Magyarországra jutottak. Persze nagy részük azonnal el is hagyta az országot, egy jelentős részük az akkor még működő menekült táborokba lett elszállásolva, ahonnan úgy grasszáltak ki, beszéljenek nyugodtan kiskunhalasiakkal, bicskeiekkel, azt csináltak, amit akartak ebben az országban. És volt csaknem 230 ezer migráns, akit azokkal az erőkkel, avval az erővel, avval a felkészültséggel, amivel Magyarország rendelkezett 2015-ben, abban nem lehetett megállítani. Azok átgyalogoltak rajtunk. Azok jöttek az autópályákon, azokat üldözték éjszaka a rendőrök, emlékeznek erre a helyzetre, azok csinálták a fesztivált a keleti pályaudvaron, azokat kellett elszállítani valahogy a nyugati határa, mert egyébként ott őket kérték, hogy jöjjenek. Óriási szerencsénk volt, hogy akkor még az osztrákok nem teljes egészében gondolkodtak szárnyas kapukban, és nem zárták le a határt. Ha az osztrákok akkor már lezárják a határt, akkor azok mind itt rekednek nálunk. Ez a helyzet. Na most ezt sikerült megoldani, hiszen a parlament és a kormány meghozta azokat a döntéseket, amelyet itt az ellenzéki kórus folyamatos fűrészelése mellett, ugye, meg a brüsszeli kórus folyamatos ágálása ellen, de mégiscsak meghoztunk. És ennek meg lett az eredménye. Hát azért abba gondoljunk bele, hogy egy olyan, és igen, egyetértek avval, amit itt valamelyik jobbikos mondott, hogy az első, ez a Gyoda nevű gyors telepítésű drótakadály, hát ez nem tudta őket megállítani. Ez a kis másfél méter magas, még talán akkor sem, egy egyszerű pengékkel levő, hát persze, hogy beismerjük, kedves képviselő asszony, hát ez volt a valóság, azon át lehetett jönni. Na a mostani műszaki határzáron, aki átjön, azt elkapják a rendőrök, és visszaviszik a tranzitzónába. Most már nem az a helyzet, egészen más a helyzet, és ezért egész más a nyomás a magyar határon. Akkor, amikor megépült, kiépült a határzár teljes egészében, és még akkor sem a csúcsra járatása volt, akkor sem a műszaki toppon volt a határzár, 2015 szeptemberéről és novemberéről beszélek, ugye, mert az egyik a szerb-magyar, a másik a horvát-magyar határon épült meg erre az időszakra. Addigra azt tapasztaltuk, hogy az egyik nap még 11 ezer ember nyomult át a határon, jött át, a következő nap pedig már nem ért el a százat azoknak a száma, akik ebben megpróbálkoztak. Mert nem tudták legyőzni a műszaki határzárat. Ehhez kapcsolódott aztán az összes többi olyan jogi és menekültügyi intézkedés, amiket meghoztunk. Amiket egyébként most, akár hogyha nézzük az Avramopoulosnak az ENSZ-beli felszólalását, akár nézzük az ENSZ dokumentumokat, akár nézzük azt, hogy mi zajlik egyébként Strasbourgban, vagy éppen mi van ebben a sargentini jelentésben, amit fúrnak. Hát ugye mit fúrnak ebben a történetben? Rögtön a tranzitzónát teljes egészében. Ugye a tranzitzónáról azt mondják, hogy azt meg kell szüntetni, föl kell számolni, mindenféle kitalált botrányt hoznak a tranzitzóna helyére. Ugye, de ha nincs tranzitzóna, akkor Magyarországon megint csak úgy lehet átjönni, mint kés a vajon. Ezért a tranzitzóna megalkotásával lehetett például a menekült táborokat teljes egészében megszüntetni. Vagy itt vannak a menekültügyi eljárások, ezeket el akarják tőlünk venni. Ők akarják megmondani, az a javaslat, hogy az Európai Migrációs Ügynökség kapja meg
a döntési jogot arra, hogy ők döntsék el a schengeni határon, hogy ki az, aki menekült vagy oltalmazotti státuszt megkaphat. Ez a javaslatuk, és ez azt jelenteni, hogy a magyar hatóságok, a magyar bíróság kezéből teljes egészében kiveszik az egészet. Erről beszélünk, amikor, illetve erről beszélnek, amikor azt mondják, hogy az illegális migrációs útvonalakat, és nem csak az útvonalakat, hanem az illegális migráció, az illegális migránsokat is legálissá, törvényessé kell tenni. Akkor ezt mondják. Ez azt jelenti, hogy az, ami eddig törvénytelen volt, az egy döntéssel, egy európai ügynökség által meghozott döntéssel törvényessé tehető, tehát behúzhatók ide az illegális migránsok, vagy a migránsok, tehát teljesen rászabadítható megint, el lehet végezni azt a lakosság cserét, amit elhatároztak. Az európai titkosszolgálatok, a NATO folyamatosan figyelik ezt a területet. Egyébként azokban a jelentésekben, amit kedves elnök úr is valószínűleg minden nap olvas, azokban a jelentésekben 60 millió emberről beszélnek, akik készen állnak arra, hogy Afrikából vagy Ázsiából Európába érkezzenek. 60 millió ember az a tartalék, amivel nekünk is mindenféleképpen számolnunk kell. A másik ilyen intézkedés az pedig a Frontexnek a helyzetbehozása. A Frontex is, ha úgy tetszik, egy ügynökség. Tehát ott még élő határőrt senki nem látott. Tehát a Frontexben senki nem végzett határőrizeti feladatot. Ott először is létre kéne hozni egy olyan egységeket, akik képesek arra, hogy ezt elvégezzék. De erre nincs szükség, mert nem határvédelmet szeretnének, nem megállítani a migrációt, hanem behozni őket, határmenedzselésről beszélnek, a határvédelem menedzseléséről beszélnek, a migráció menedzseléséről beszélnek, arról az utaztatásról, hogy Európába a migránsokat szabadon be lehessen hozni mindenféle határvédelem nélkül. Ezt akarják tőlünk elvenni. Ezt a két egyébként a szerződés alapján nemzeti hatáskörben lévő jogkört. Az elképzelhetetlen, hogy attól az országtól, az az ország, így Magyarország feladja a határőrizeti jogát, amelyik egyedül képes volt bebizonyítani, hogy a szárazföldön egész egyszerűen az a legnépszerűbb útvonal, amit nyugat-balkáni migrációs útvonalnak hívnak, az megszüntethető. Ennek ma a tesztje zajlik csak, tehát próbálgatják, hogy hát ha van lehetőség arra, hogy átjöjjenek, de azt gondolom, hogy az az óriási nagy csökkenés, amiről önök is beszélnek, az annak a prevenciónak köszönhető, amit Magyarország megtett a határvédelemmel. Még egyszer szeretném hangsúlyozni a műszaki és jogi határzárral. És hát van még ennek egy ilyen lelki ügye is, hát hogy tudnánk mi elképzelni, hogy a mi határainkat, azokat zsoldosok védjék? Hát talán az egri csillagokat mindenki olvasta, a hatodikban kötelező olvasvány, gondolom, hogy ez sikerült mindenkinek. Ugye abban van egy híres mondat, hogy a vár ereje, ugye a kövek ereje, a fal ereje nem a kövekben vagyon, hanem a védők lelkében. Na most ez a helyzet, hogy lehetne zsoldosokra bízni a magyar határvédelmet. A magyar határvédelmet csak a hazájukat szerető magyar katonákra és magyar rendőrökre lehet bízni, azokra egyébként, akik Magyarországon a magyar alkotmányra tettek esküt, és ennek a szellemében védik az ország biztonságát, az ország szuverenitását, és minden ember, minden magyar ember álmát. Köszönöm szépen, hogy meghallgattam.